A kórházi oltópontokon és a házi orvosoknál is folyamatos az oltás, ennek eredménye, hogy a pénteki adatok szerint már több mint 2 millió 680 megkapták az első vakcinát. Az oltással regisztráltak száma már meghaladja a 4 milliót, a tervek szerint őket május elejére beolthatják. Ekkor jöhetnek újabb enyhítések is. A mostani adatok azt mutatják, hogy a 65 év felettiek beoltása már 90 százalék felett van, és egyre több fiatalt is oltásra hívnak. Az operatív törzspéntek reggeli ülésén arról döntöttek, hogy az eredetileg április 19-ére tervezett nyitás helyett csak május 10-én nyitják a középiskolákat. Ennek érdekében a pedagógusokat múlt hét pénteken kezdték el oltani, csak a megyében több ezer tanár már az első napokban megkapta az oltást országos szinten pedig már több mint százezer pedagógus. A honvédség pedig az iskolák fertőtlenítésében nyújtott segítséget. Orbán Viktor miniszterelnök úgy nyilatkozott, ezek a feltételek már indokolt tették volna a nyitást, de mégis máshogy döntöttek. Készen állunk az iskolák újraindítására de nem érdemes néhány napra a középiskolákat kinyitni, utána az érettségi szünet miatt meg megint bezárjuk, úgyhogy egyszerűbb, ha azt tesszük, hogy május 10-én indítjuk meg a középiskolai osztályoknak a személyes találkozásra épülő tanítását. Az érettségről is döntöttünk, csak írásbeli érettségi lesz, tehát azt fogjuk csinálni, amit már egyszer egy évvel ezelőtt csináltunk, azt ismerjük, az bevált, azért is fontos, mert ez szerepet játszik az egyetemekre való bejutás szempontjából. Az oktatással és érettségivel kapcsolatos részletszabályokat hamarosan közzéteszi a kormány, tette hozzá az interjúban Orbán Viktor. A magyar átoltottság jelenleg már kétszer akkora, mint az uniós átlag. Előbbi 26 az uniós átlag pedig csak 13 százalék. Magyarországon ötfajta vakcina elérhető, csak olyat adnak be, ami megbízható, megvizsgált és a koronavírus elleni védettséget biztosítja. Ez Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta. Az oltás a járvány megállításának a leghatékonyabb módszere, ezért mindenkit arra kérnek, hogyha eddig még nem tette, regisztráljon a www.vaccinainfo.gov.hu oldalon. A honlapon választ kapnak többek között olyan kérdésekre is, hogy miért jó az oltás és hogy mi az oltás pontos menete. A kormány a védelmi intézkedéseket meghosszabbította április 19-ig. Így továbbra is kötelező például a maszkviselés és a másfél méteres védőtávolság betartása. Nem nyithatnak ki az edzőtermek és nem fogadhatnak vendégeket a szállodák, az éttermek pedig csak elvitelre főzhetnek.